Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok, srácok, beszélgessünk a lényeges dolgokról a Warframe Update-ben. Tudom, hogy mindenki számára ez nagyon fontos, és ezért is siettem, hogy még a grendel bemutató előtt elhozhassam nektek ezt a videót. Hogyan szerez magadnak a cute little little vampire kitit? Oké, okay. szóval erre fogunk beszélni. Hogyan szerez magadnak egy új macskát? első feladat. Kérlek szépen, ja, és persze kitárgyaljuk, hogy most jó ez a macska, mit csinál ez a macska, és kinek kell még egy újabb macska. Erről is fogunk beszélni. Szóval az első feladat az, hogy fogod a macskádat, a sima, egyszerű, plain macskádat, berakod az arzenálodba, és lehúzol vele éjszaka a Place of Eldonora. Most a Plains of Eldalon éjszaka addig mászkálsz, amíg találsz egy ilyen új, újfajta macskát, egy ilyen vadat. Na most ez a vadmacska meg kell harapja a sima macskádat, nem kefélje, meg kell harapja a sima macskádat, oké? Okay? És amint megharapja ezt a sima macskádat, akkor a te macskád el fog kapni egy fertőzést ezt a fertőzést, neked meg kell gyógyítani. El kell menni a Cetuson, a Master Tessonájhoz. Tessonáj? Tudjátok? A kisállatos csókához. És annál a csókánál um, Cetus XP-ért, Cetus szindikátus XP-ért, Szépen fogsz tudni venni gyógyszert a macskának. Ezen gyógyszerrel meg tud gyógyítani a macskádat. Sajnálom, hogy ezeket konkrétan nem tudom megmutatni, de a Digital Extreme volt olyan kedves, és elküldte nekem mindezeket ingyen. Nehogy ma játszolom kell, hogy én a játékkal értitek, hanem... Szóval így helyből meg tudom nektek mutatni, hogy néz ki ez a macska, de nem tudom megmutatni a folyamatot a gyógyításra, de gondolom, nem valami óvod bonyolult, szóval rá lehet jönni. De ezt kell tennetek ahhoz. És hogyha meggyógyítját, meg, meggyógyítjátok a macskátokat, akkor, akkor fogtok kapni kavat imprintet, ezt az új kavat imprintet fogjátok kapni. Minden gyógyítás, minden harapás utáni gyógyítás három imprintet fog adni. Emezen imprinteket összerakva, és vigyázz, ügyelj rá, hogy összerakva van a hangsúly, mert hogyha van más kavat imprinted vagy valami ilyesmi, akkor random kever mindent. Szóval ezeket az imprinteket összerakva egy gyártani az új vámpír maskádat. Na most, mi a fenét tud ez az új vámpír maska? Hihetetlenül ö, egyszerű, megnézzük. Az új vámpír macska, kérem szépen, van neki egy olyan um, módja, hogy transfusion, when its master is bleeding out, the vasca covats a sacrifice is 20% of its health to raise them. Hát ez konkrétan felkelt. Szóval, hogyha bleeding outon vagy, és elestél, meghúsz, halálodon vagy, akkor a macska 20%-nyit az életéből feláldoz azért, hogy felkeltsön téged. Ez azt hiszem, hogy ez rohadt hasznos uh, dolog, de hogy kinek, azt nem tudom. Mert hogy ennek a modnak igazán akkor lenne értelme, amikor ö, őrült magas küldetésen, vagy elesel természetesen, mert ott el fogsz esni egy őrült magas küldetésen, és akkor a macskát felszed. A probléma az az, hogy a macska az nem fog túl sokat túlélni egy magas szintű küldetésen, így aztán inkább teszed a macskádat, mint hogy ő valaha is fel fog téged szedni, mert amire elérünk arra szintre, hogy ez a mod igazán hasznos lenne, addigra már a macska nem lesz hasznos, hogy ezt a modot ö, felhasználja következő módja, ami van, Draining Bite, a Vaska Kavac Bite deals 400% damage and restores 10% health to itself. Szóval fantasztikusan megharapja az enemét, 400 damage-et dealer, 400 damage-et dealer, tehát legalább benyomnának az egy 5000-es számot, hát harapja már kettő ezt a szerencsétlen enemit. De minden esetre 10%-ot felgyógyít magából. Na most modolhatod olyan szinten ezt a macskát, hogy ilyen über uh, életet töltsön fel magának Medipet uh, kittel tel akkor um, nem tudom, hol, hol van link armor, link health, link, link, link minden link, um, és, és uh, konkrétan be tudod úgy modolni, hogy esetleg túléljen veled hosszú időt, um, de nem vagyok benne biztos, hogy képes lenne esetleg egy inarosz mellett ott képes lenne öm, igazán túlélni, vagy olyan vórsémek mellett, ahol ahol öm, igazán túlélőképesek, sok életük van és sok életet tudsz a macskának, hogy esetleg ő is öm, kibírja azokat a a lövéseket, de most már a kompanionokban és a macskákban, a kutyákban van annyiféle uh, ilyen mód, amivel, amivel uh, összekötheted, és, um, és túlélhet. Szóval, aki szereti a macskákat, megeshet, hogy ez a macska cukorfalat, meg túl tud élni, és azon a, az a hasznos képessége, hogy, hogy, hogy fel tud éleszteni, az egy nagyon magas küldetése jól jöhet, mert ugye nagyon magas küldetésekig elesni nem fogsz. Kivéve, hogyha tegnap-tegnap előtt kezdted el a játékot, és tudjuk, hogy milyen a Warframe, ha tegnap-tegnap előtt kezdted el a játékot, a nem féltétlenül jelenti azt, hogy könnyű egy küldetés, ha alacsony a szintje. Tehát ha nincsen meg a jó, jobb fegyverecske, jobb madacska abba a warframe akkor... Um, Ugye elesik. És annyi, azt tudjuk, hogy cetusra eljutni uh, egy új Warframe esetben nagyjából egy óra, másfél óra, és már is cetuson van. Na most az, hogy az első macskát mire megszerzi, az az illető, nekem van egy ilyen érzésem, hogy addigra az is lehet, hogy már megveszi az első macskáját az ember, és akkor meg lesz harapva. Szóval azt hiszem, hogy a, a kezdő-közép haladóknak ez a, ez, a, ez a macska hasznos de a veteránoknak, azoknak, akik már jó pár órájuk van, és a magas küldetéseken túlélnek, és amikor már jönnek ott a két 300 as enemik is kezdnek elesni a jobb játékosok is, ott már magának, ennek a macskának sem feltétlenül biztos, hogy haszna van, de lehet hogy annyi haszna van, mivel hogy ugye a mostani modokkal, amik a maskákra vannak, olyan szinten fel lehet tápolni élettel, hogy lehet, hogy képes lenne túlélni Um, ott tesztél ezt, ezt, úgy ez egy ilyen próbára vár, hogy mennyit képes túlélni egy macska, de nem vagyok túl bizakodó um, ebben az esetben. Ennyi lett volna, srácok, uh, döntsétek el, azt hiszem elég könnyű megszerezni ezt a macskát, csak kimész, megharaptatod a macskádat, meggyógyítod, és kapsz imprintet, szóval, ja, ennyi, ennyi lett volna, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő videóig iratkozz fel, csengő jeleske, csatlakozz Discord szerverünkhöz, Klánunkhoz, Köszönöm a figyelmet, sziasztok!